Köszöntöm Önöket, ez már a Weekend második része. Velem szemben már következő vendégeim, akik közül Dózsa György azt mondta, hogy ő nem ismeri a július 10-e pénteki dátumot egyedülállóan, hanem ő azt tudja, hogy július 10, 11, 12, mert hogy akkor lesz a Szárnyas Sárkány hete Nyírbátorban. Erről beszélgetek velük, hiszen itt van Dózsa Gyuri, mint fesztiváligazgató, valamint Németh Attila, Nyírbátor alpolgármestere. Hát szép estét, köszöntelek titeket! Köszönjük, szerintem. És mi is köszöntünk mindenkit! És hát, hogyha már így péntek este lévén elkezdhetünk beszélgetni, hogy programok így, úgy, amúgy, szerintem amúgy már nézzük ténylegesen a szombat-vasárnapot. De mielőtt végigszaladunk, hogy kik a fellépők, meg milyen programok vannak, mint minden beszélgetés elején, alapozzuk már meg azért ezt a dolgot, hogy mi is ez a Szárnyas Sárkány hete, hanyadik alkalommal, milyen céllal, hiszen valahol ti is, te is a polgármester úr, sárkányölő vitézekként ültök két nyírbátori legényekként. Ez tetszik, ez a titulus, igen. Nem tudom, hogy mernék-e rá vállalkozni, hogy egy megküzdjek egy sárkányat. Majd vasárnap este kiderül Nyírbátorban. Így van. Hát erről a fesztiválról, mivel nagyon régi dologról beszélünk, 23. immár, tehát ez 23 évet jelent, ez szinte hihetetlen még számomra is. Átélt sok csúcspontot, sok mélypontot, de még létezik. És igazából a legnagyobb öröm ebben az, hogy minden évben sikerül valamilyen szinten megcsinálni. Részben pénzfüggő, meg egy csomó dologtól függ, hogy mikor, milyen lesz egy fesztivál. Tehát, nagyon sok titulust amúgy hozzárakhatnánk. Gondolok itt arra, hogy zenei, kulturális, nemzetközi, utcaszínházi, nagyon-nagyon sok programot próbáltok így pár napba belesúvasztani. Most a hétvégén, tehát tényleg szombat-vasárnap milyen jellegű programokat ajánlotok? Hát igazából, hál' Istennek ez a fesztivál elérte azt, hogy az emberek nem a programokra jönnek, hanem magára a fesztiválra. Tehát a fesztivál maga a hívó szó. Egy sajátos hangulata van, sajátos feelingje van, divatos szóval kifejezve, és az emberek, akik jönnek a Dunántúról is elég sokan Győrtől kezdve tudunk biztosan, hogy visszatérő vendégei a fesztiválnak. Tehát ők azért jönnek, mert ezt keresik. És hogy mi lesz a program, az nem is nagyon érdekli őket, mert tudják, hogy lesz benne ilyen, lesz benne olyan, lesz benne amolyan, van egy nyitófelvonulás, egy sárkány égetéssel záruló fesztiválprogram, van egy csomó jó ember, van egy csomó gólyalábas, vannak bábosok, vannak táncosok, nagyon jó koncertek, ez egy összművészeti fesztivál. Ez a kicsi gyerektől a 100 éves bácsiig mindenki élvezi, szereti, legalábbis azok, akik eljönnek a fesztiválra, szeretik a kevésbé színházhoz vagy zenéhez értők, és szeretik a vájtfülűek, szeretik a színházban nagyon otthon járó emberek. Tehát ennyit lehet erről beszélni, ha röviden. És én biztos vagyok abban, hogy az alpolgármesterek is szeretik ezt a rendezvényt. Nem tudom, hogy mennyire fontos ez a Nemzetközi Utcaszínházi Fesztivál Nyírbátor életében egyáltalán. Meg lehet-e fogni valahol ezt a sok ízű, színű és illatú valamit? Feltétlenül. Ez, ahogy Gyuri is mondta, 23. fesztivál minden gondjával, örömével együtt, ami az elmúlt 23 év alatt volt. Nekünk ez azért is fontos, mert Nyírbátornak ez egy olyan jelképes rendezvénye, ami a városhatárokon kívül is jelentős. Én bármerre járok az országban, az első az, hogy a határőrigazgatóság, ugye volt ez a fél ország, ott volt határőr, a másik pedig többnyire ez, hogy az utcaszínházi fesztivál, de tényleg Soprontól Szegeden át ez nagyon nagy ismertségnek, és határon túl is nagyon nagy ismertségnek örvend. Most annyit újítunk benne, mi szeretjük a hagyományokat, hogy ez a 23. és folytatódik augusztus 1-től majd a 49. Nyírbátori Zenei Napok rendezvénysorozatával. Mi most arra törekedtünk, hogy a hagyományos rendezvényeinkből egy ilyen jövőbe mutató értéket is próbálunk megvalósítani, amivel a
vendégeket, a turistákat Nyírbátorba hozzuk, és ne csak átutazzanak, hanem részesedjenek is ezekből az élményekből. Szerettük volna azt biztosítani, hogy a nyár folyamán szinte minden napra legyen olyan esemény, olyan rendezvény, ahova be tudnak kapcsolódni a vendégek. Ebből a szempontból is fontos ez az utcaszínházi fesztivál. És úgy gondolom, hogy ez stílusában ugyan hagyományos, de rendezvényeiben folyamatosan megújuló. A zenei napokra ugyanezt lehet elmondani, hisz 49 évvel ezelőtt, 1967-ben ez egy komoly zenei hangverseny sorozatként indult. Nagyon neves művészekkel, akkor Állami Operaház, Ferencsik János, Kobayashi Kenichiro, és sorolhatnám az akkor fellépő művészeket, hisz nekünk kiváló adottságaink vannak ehhez. A műemlék templomaink, különösen a református templomnak az akusztikája, az szinte tárcán kínálja ezeket a lehetőségeket. Most a csaknem 50 év alatt eljutottunk odáig, hogy ne csak komoly zene legyen, hanem minél több réteg találja meg a zenei élményét ebben a rendezvénysorozatban. Hát most ennek igazolására augusztus 1-én éppen egy fúvós zenekari találkozó lesz, mazsoret csoportokkal, vendégművészekkel kiegészülve, már nem csak a református templom helyszínnel, hanem a végre a Nyírbátori Kulturális Központ, hisz nekünk ez volt egy nagy álmunk, hogy sokáig, évtizedekig nem volt méltó helye a kultúrának. Ez a Kulturális Központ lépcsőpiramisán kerül megrendezésre, és onnantól kezdve itt lesz Edith Piaf, est fellép nálunk az Experidence, a Fergeteges című produkciójával, és majd augusztus 23-án pedig a Nemzeti Lovas Színház előadásával, Honfoglalás című előadásával zárul ez a sorozat, de itt közben mindig történik valami. Lassan több, vagy lassan talán elérjük, inkább még azt mondom, a termálfürdőnk révén és a kempingünk révén az évi 200 000-es látogatói számot, és ez kötelességünk is, hogy az odaérkező fürdőző vendégeknek is valamilyen rendezvénybe lehessen bekapcsolódni, legyen ez zenei, legyen ez színházi, legyen ez gasztronómiai rendezvény, úgyhogy nekünk nagyon fontos mind a két fesztivál, és különösen azért, hogy ez most elindul Nyírbátorban a kultúra időszaka, augusztus végéig folyamatosan. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és tényleg nagyon remek programajánló lehetett ez önöknek is, kedves nézőink, hiszen Nyírbátor akkor ezek szerint várja konkrétan őszig, sőt, hát természetesen egész évben, de hogy rengeteg fesztivál, rengeteg megmozdulás lesz a városban, nagyon színes programok, zenei, kulturális sorolhatnánk. Egy biztos, szombaton és vasárnap mindenképpen érdemes ellátogatni a településre, a Papokrétjére és a műemléki sétányra, a tóhoz, és még sorolhatnánk azt az egész nagy területet, hiszen lesznek gólyalábasok, ugye, ahogy Gyuri említette, Szabad Színház, akkor különböző kamaraszínházi előadások, és hát este, vasárnap este lesz a fő attrakció, hogyha mondhatom, ilyen 22 óra körül, akkor lesz az ünnepi tűzijáték, fesztiválzáró, sárkányölős megmozdulás, ahol a múltat idézzük fel. Én köszönöm szépen még egyszer. Mi köszönjük a lehetőséget. Mi kell. Mária Pócson van egy ring, igen, az a bizonyos Rabócsi. Most hétvégén ott szerveznek majd drift versenyt. Erről fogok beszélgetni vendégemmel, Teremi Lászlóval. Szervusz, Laci! Szervusz, köszöntöm a nézőket! Nos, hát hölgyként, nőként én nem igazán ismerem ezt a dolgot, hogy drift verseny. Persze azért van elképzelésem, hogy mit jelent az, hogy driftelni egy autóval, egy járművel, de egyáltalán mióta van nálatok hasonló verseny, és ezt hogy kell elképzelni? Igen, hát akkor tegyük tisztába a fogalmat. A drift az szó szerint sodródás jelent, és az autóversenynek is az egy ilyen speciális műfaj, ahol a folyamatos sodródásra törekednek a versenyzők. Más autósport ellentétben itt ez a cél. Máshol, ahogy gyorsan szeretnének haladni, például a rallyba vagy a gokartba, ott nem igazán fontos az, hogy a Forma 1-be, hogy sodródjanak, sőt, ez kifejezetten hátrány. Hogyan lehet jól driftelni? Mi a technikája? Kettő fontos dolog kell hozzá. Bivaly erős autó, és nem hátrány, ha hátsó kerekes az autó, mert első kerekes autóval driftelni nem lehet. Na, de hogyan lehet ezt kivitelezni? Mi az, amit kell csinálnom, nyomnom, vagy húznom? Igen,
Hát, amint már említettem, nem hátrány, hogyha a biva erős az autónk, és folyamatosan csak a kéziféket húzni, vagy nem, ezt hogy? Nem, a kéziféket azt a ettől sokkal bonyolultabb, a kéziféket azt csak a driftelés megindításához használják a versenyzők, és sokan nem tudják, hogy általában ez a kézifék a utcai autók ellentétben az első kereket fékezi, és ezáltal kitör a kocsinak a hátulja, és így tudják a versenyzők ezt a driftelési folyamatot elindítani. Mennyire kell ilyenkor egy ilyen drift versenynél mondjuk speciális pálya? Ez a drift az egy olyan autósport, ahol nem annyira fontos a pálya. Gyakorlatilag épített versenypályán szinte csak a rabócsilingen versenyeznek Magyarországon. Uh-huh. Például tökölön egy reptéren versenyeznek, az is teljesen alkalmas rá. Csak mondjuk egy épített pálya sokkal biztonságosabb, meg jobban belátható a nézők számára is. Bár hozzá kell tennem, hogy a versenyzők ezeket az épített pályákat nem szeretik, köztük a Mária Pócsit sem, mert szokták mondani viccesen, hogy a mágneses gumifal az ott van mindig, és ha valamit hibáznak, akkor az komoly pénzbe kerül, mert a autót utána újra kell építeni. Mennyire gyakori amúgy ez mondjuk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében? Hány versenyző lesz ebből mondjuk hány megyebeli? Hát kb. 100 versenyzőre számolunk most, ebből 50 drift versenyző van, mert most a hétvégi versenynek van egy ilyen úgynevezett Lada Racing része is, ahol a régi klasszikus zsigulikat is láthatjuk versenyezni. A drift versenyzők, mint említettem, ebből 50 versenyző, viszont van, aki bajnoki célra törő versenyzőnk is van, a Máté Szalkai versenyző. Amúgy mennyire remekelnek itt a Mária Pócsiak vagy környékbeli települések versenyzői? Hát igazából ez a sportág Budapest és környékéről indult, maga a szövetség is onnan származik, és ahogy ide eljöttek a Budapest és a Dunántúli versenyzők, onnantól kezdve kaptak kedvet sokan, volt, aki például a Rallycross-ból nyergelt át a driftre, és így ilyen 2-3 megyei versenyzőnk van. Az szerintem amúgy jónak számít. Abszolút. Viszont, hogyha valaki most hétvégén nem tud kimenni a ringbe megnézni ezt a drift versenyt, akkor ne keseredjen, mert augusztusban lesz második felvonás, sőt mondhatni sokkal nagyobb felvonás. Mesélj erről. Igen, hát augusztus 21-22-én lesz ez a Trackwood Fesztivál nevezetű rendezvényünk, ami gyakorlatilag egy kelet-közép-európai bajnoki futamot jelent. Igazából kelet-közép-európa legjobb és legőrültebb pilótái lesznek láthatók itt egy ilyen kis ebbi rendezvény keretében, aminek különlegessége még, hogy belenyúlnak az éjszakába a döntők, ezért ez egy ilyen villanyfényes futam lesz. Sokkal látványosabb lehet talán, mint mondjuk a holnap utáni. Igen. Viszont jövő héten is lesz rendezvényetek. Milyen jellegű verseny vagy megmozdulás lesz akkor? Jövő héten egy go-kart versenyt rendezünk. A pálya alkalmas szerencsére rallycross, drift és go-kart verseny lebonyolítására is. Egy biztosan úgy érdemes kimenni, mert én se láttam még ilyen jellegű versenyt, és azért itt a füstölő kerekeket aztán jócskán közelről lehet látni. Amúgy ez tényleg, hogyha már így beszéltünk a pályáról, a biztonságos pályáról, mennyire lehetnek közel az emberek, hiszen mondjuk egy rally versenynél sajnos látjuk azt, hogy sokszor ott ténylegesen az út mellett állnak a nézők. Mennyire van itt elhatárolódva a pályától a szurkoló a néző? Igen, hát akik voltak már kint, azok láthatták, hogy itt igazából egy 2 méteres gumifalon és egy földsánc tetején állhatnak csak a nézők. Uh-huh. Igazából gyakorlatilag lehetetlen az, hogy egy autó oda felkerüljön vagy elkerüljön. Igazából a rallyhoz képest, vagy az egyéb utcai versenyekhez képest ez sokkal biztonságosabb. Itt igazából ki van zárva az, hogy a nézők megsérüljenek. Legyen ez így most hétvégén is, meg majd következő hétvégén a go-kart versenyen. Köszönöm szépen, Laci, hogy elfogadtad a meghívásomat. Köszönöm, hogy itt láttam. A nyíregyházi szabadtéri nyárról már sokat szóltunk, most azonban ezzel kapcsolatos program ajánlunk jön, hiszen velem szemben már Slanger András, a Móri Zsigmond Színház ügyvezető igazgatója. Szép estét kívánok! Jó estét kívánok önnek is, és a kedves tévénézőknek is!
A nyíregyháziaknak, megyebelieknek abszolút nem cseng furcsán az a szó összetétel, hogy szabadtéri nyár, vagy éppen szabadtéri színpad, de akkor alapozzuk meg a beszélgetést, hogy miért is fontos ez a városnak és a kultúra kedvelő közönségnek. Nyíregyháza városa nagyon sokat tesz ezért, hogy a turisztikai élet fejlődjön és az idegenforgalom. És miután a színház egy amúgy ősztől tavaszig tartó dolog, ezért az volt a polgármester úr kérése, hogy tegyünk valamit azért annak érdekében, hogy nyáron is történjenek színházi események. Eddig is volt már nyári szabadtéri színház, de ebben az évben 11 előadást tartunk, ami nagyon sok, és azt gondolom, hogy rendkívül színes a kínálat. Udvaros Dorottya koncertjétől a Víg Színház, Eszenyi Dikő, Stoll András, Kern Andrásig, illetve hát még van sok érdekes program, és azt gondoljuk, hogy az egész városnak és a turistáknak is nagyon színes kínálatot tudunk mutatni. Pont azt nézem a műsorfüzetben, hogy szinte valamennyi előadást összegeztük a nézőknek, például múlt héten a Tied a világot mutattuk be ilyen mini összefoglalóként, ugye most a weekend első részében fél héttől 7 óráig láthatták az Udvaros Dorottya előadást. Igen. De hát még lesz jócskán mire idézőjelbe részt venni, mik lesznek még ezután? Hát először a következő két programról beszélnék. Minden évben figyelmet fordítunk arra, hogy legyenek családi programok is. És most szombaton délután 5 órakor a Dobronka Cirkusz Világszám című előadás van. Ez kifejezetten gyerekeknek és felnőtteknek is szól. Tehát ez nem klasszikus bábszínház, ez egy csodálatos utcaszínház, ahol a benne levő művészek egykerekű bicikliznek, zsonglőrködnek, zenebohóckodnak. Tehát azt gondolom, hogy egy csodálatos családi program lesz. Szombat délután, állatkert után vagy témozi előtt el lehet menni. Illetve a következő előadásunk az jövő héten, szerdán 15-én lesz. Megint egy hatalmas klasszikust játszunk, mert azt gondolom, hogy a Kabaré című musicalt mindenki ismeri, szereti, látta, és ennek egy vadonatúj előadása mutatjuk be, aminek a bemutatója most volt júniusban. Nem csalás, nem ámítás. Igazgató úr jegyeket hozott ide a stúdióba. 4 jegyet, azaz inkább úgy mondom, hogy 2x2 jegyet lehet majd tőlünk nyerni. A tippeket várjuk majd a megfejtés@kölcseitv.hu e-mail címre, vagy akár SMS-t is lehet írni erre a telefonszámra, mert most pontosan nem tudom, de biztos, hogy 20-as és 286-tal kezdődik. A kérdést pedig, illetve kérdéseket András fogja elmondani nékünk. Mire gondolt igazgató úr? Tehát miután 2x2 jegy van, ezért 2 kérdést eszeltem ki. Az egyik az az, hogy a már említett világhírű musical film vagy filmmusicalnek kijátszotta a főszerepét, tehát kijátszotta Sally Bowles szerepét, és a másik kérdés mondjuk legyen az, hogy a mi előadásunkban sorolják fel a 3 főszereplő nevét, tehát a konferenciéjét és Sally Bowles szerepét és az ő szerelmét. A kabaré előadásom úgy július 15-én szerdán 20:30-kor lesz. Esőnapot is kitűztek a idézőjelbe eheti dolgok miatt, szerintem amúgy abszolút érdemes ilyenre számítani. 16-a csütörtök 20:30, és amúgy érdemes értük játszani, mert elég jó helyre szól. Tehát azért közép, jobb sor, 11-es szék, tehát teljesen jó szerintem. Azt mondja a színházi legenda, hogy mindig onnan kell nézni az előadást, onnan a rendező rendezi, és a rendezők általában így a 8-10. Sortáján ülnek, tehát ez a lehető legjobb hely a színházban. Akkor lehet, hogy igazgató úr is ott lesz, vagy azért inkább ilyenkor a színpad mögött, figyelve az előadókat? Én mindig nagyon izgulok, mert ez nekem nagyon fontos. Tehát amikor tegnap előtt megérkezett a József Attila Színház, délután 4 órakor, én már 4-kor ott vagyok, hát egyrészt sok régi barátom van, itt volt Verebes István is, színészeket, és akkor köszöntöm őket, megkérdezem, hogy van-e valami kifogásuk, problémájuk, ha akad technikai nehézség, megoldjuk, aztán szépen visszamegyek a színházba, vissza szoktam menni 7:30-8-kor, mint rendes házigazda, hogy nézni, hogy jönnek a nézők, mint jönnek, aztán mindig végignézem az előadást, és a végén megint ott szoktam állni a kasszánál, mint a régi színi direktorok, és nézem, hogy milyen volt az elégedettség, tetszett, nem tetszett, illetve hát azért nekem is rengeteg ismerősöm van már a városban, és mindig azt gondolom nagyon fontos, hogy az igazgató az személyesen jelen legyen, és megszólítható legyen, és például volt ez az esőnap ugye a Hattyúdal ügyében, és tanakodtunk Nemcsák Károly igazgató úrral, hogy
inkább elhalasszuk, vagy inkább várjunk mégis. A nézőket megkérdeztem, és kész felemelésre mondták, hogy inkább jövünk holnap. És persze ez így csak játék, de az a fontos üzenete szerintem, hogy a néző érezze, hogy személyes kommunikációra törekszünk. Nekem volt olyan évekkel ezelőtt, amikor olyan előadáson lehettem a szabadtéri színpadon, amikor esernyővel ült mindenki, és kitartott mindenki, úgyhogy ha jó az előadás, akkor jó a közönség is, én így gondolkodok. Viszont a jövőre vonatkozóan milyen tervek, álmok vannak már, vagy akár konkrétumok? Hát arra most kevés az idő, de azt azért elmondom, hogy a jövővi bérleteket elkezdjük árulni július 15-én, tehát lehet már izgulni, meg sorbálni. És csodálatos darabok és szerzők lesznek, Molnár Ferenc, Molière, Hrabal, Gábor Andor, és a társulat kedvencei mellett olyan neves színészek is felépnek, mint Józsa Imre, Trokán Anna, Vándor Éva, és azt gondolom, hogy amit a pályázatomban is ígértem a kedves városnak és a színházba járóknak, hogy egy közönségbarát, szerethető évadnak nézünk elébe, amire mindannyian majd büszkék leszünk. Én azon gondolkodom, hogy helyi szinten ez nevezhető premiérnek is, hiszen még csak jövő héten hétfőre, kedre tervezik a sajtótájékoztatót a következő évaddal kapcsolatban, úgyhogy köszönöm szépen igazgató úr ezt a megelőlegezést. Most már tényleg kíváncsian fogjuk várni, hogy mi lesz, és akkor még egyszer térjünk vissza egy picit még a július 15-ére a kabaréra, ismételjük el a két kérdést, és akkor közben mutatom a jegyeket, hiszen kétszer kettőt lehet nyerni, megfejtés kukackölcseitv.hu, igazgató úr, a két kérdés pedig. Tehát az első kérdés így szól, hogy a világhírű filmmusicalben kijátszotta Sally Bowes szerepét, illetve, hogy a mi nyíregyházi előadásunkban, amit mi látunk vendégül, így a miénk, kijátsza három főszerepet. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Idén szerintem még bőségesen találkozunk, pláne akkor, hogyha beindul majd az új évad, de sok sikert kívánok még a szabadtéri nyárhoz, és köszönjük szépen. Remélem, hogy köszönöm szépen a meghívást, és remélem, hogy a nézők közül minél többekkel találkozom majd a szabadtéri színpad bejáratánál, ahol izgulok és várom őket. Legyen úgy, én pedig munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Szerdán amúgy mi is ott leszünk a szabadtéri színpadon, találkozzunk ott. Viszontlátásra!